Vannak a Szabolcska utcában olyan útszakaszok, ahol 20-30 éve lényegében csak toldozgatások voltak. Nem nagyon jó a burkolat. Nagyon örülök számomra, hogy ilyen rövid időn belül a körzetben lévő három utcában ilyen jelentős fejlesztés megvalósul. Nyilvánvaló, ha elindul itt a munkálat, kérem mindenkinek a türelmét, hiszen zajjal fog járni, parkolási problémákkal fog járni, viszont azt gondolom, utána az állapot magáért fog beszélni. A Szabolcska utcának ezen felújítjuk a Mester utca és a Sport utca közötti szakaszát. Én ezt első ütemnek nevezném, hiszen ezt jövőre szeretnénk folytatni a második ütemmel, ami még a Sport és a Mester közötti szakaszra vonatkozik el, és előbb rosszul mondtam, a Körkemence Sport közötti szakasz, és ugye a Sport és a Mester közötti szakasz lenne a második ütem, ahol a kútpályával együtt az iskola melletti parkolófejlesztést is tervezzük bevenni, valamint további járdafelújításokat még a Mester utcánál. Tehát mi nem szeretnénk itt leállni ezzel a munkával, és ugye ez a munka, ez gyakorlatilag egy pályaszerkezet cserét jelent, marás aszfaltozás, részleges szegélycseréket, ezek a szegélyek néhol, ahol már a parkolók megépültek, ott úgy új szegélyek vannak, de vannak szakaszok, ahol még a régi szegélyek vannak, rossz állapotban vannak, ezek kicserélésre kerülnek, és azokon a részeken még a járdának a javítása is meg fog történni.